Ez a második forduló záró mérkőzése, mind a két csapat megnyerte a nyitó összecsapását, úgyhogy az lehet majd az egyik kérdés, hogy melyik maradt 100%-os, persze lehet, hogy a végén egyik sem. Stanislav Ljevic sprintel középen, Simon óriási lendülettel megy keresztbe a labda előtt, adta lövés, és Nagy Gábor próbálkozása az első a meccsen, ahol emelkedik az alapzaj. Bori, ő is be tud nézni középre, sőt oda is tudja adni a labdát. Kapás lövés, és Balajca tolja a kapufára Grumics lövését. Pontosan az első félidő felénél a legkomolyabb helyzet. Nagy középre, sarkazás, és Rados. Ez szép volt. Bognár szépen emelte be két védő közé Takácsnak, még a labda átvétele sem rossz, aztán elhagyja a labdát. Az első mozdulat jól sikerült. És megint fordulnak, és Okuka lövi el, Balajca! Megint nagyot kellett tornázni a Balajca Szabolcsnak, és jól kezdi a második félidőt ezzel a Diózsőr. Bognár megint ad egy jó labdát. Bocsa. Szépen vissza Grumics! És a kapufáról kijön a labda. Takács Tamás indításával futhat most Bacsa. Vele forró zárna vissza, de forró nagyon elküldte Bacsa vissza fejre Takács mellé. Ez szép akció volt. Újabb ígéretes elfutás, megint Takács részéről. Grumics fejjel gól! Remek ütemben meg is tolja a labdát, itt pedig megvannak ketten az újpestiek, és ennek ellenére felugrás nélkül fejeli Miroslav Grumics a gólt. Simon, éledezik már is az Újpest, Rados nem tudom visszahúzta a kezét, nem, Újhegyel hozzáért a labdához. Balog, belépett Szúgyics most középre, kiosztja a labdát Nagy Gábornak. Négyen is középen a lilamezesek közül. Szép labda, Szulics gól! Nem is tudott rendesen elugrani Rados, hiszen az ellenkező irányba mozdult. És így rövid volt hozzá a karja. Huha! Egerszegi, a sárgalapos egerszegi lába brutális magasságokban volt. És ez számára a mérkőzés végét jelenti. Boma felé az indítás. Nem is rossz, na hozzáérte Debreceni, mert ha igen, akkor nagyon könnyen villanhat a második piros lap a mérkőzésen. Jön is! Debreceni épp hogy játékba lendült, méghozzá egerszegi kiállítását követően, és a kiállítás miatt pályára küldött védő is lejön piros lappal. Forró ívelibe. Koszovics fejjel! Rados hasal rá a labdára. Harris még beadhatja. Be is csavarintja. Kicsit rövid a kifejed labda. Kapás lövés vissza, és elkerüli a kaput. A rosszul eltalált labda. Ketten is jöttek. Végül Forró lőtt el. És most van vége az összecsapásnak. Negyed órát játszott kettős emberelőnyben az Újpest, de nem tudta begyömöszölni a győztes gólt. A második félidőt parádésan kezdte a Diózsőr, helyzetei voltak, és a csapat vezetett is. Az Újpest egyenlíteni tudott, és aztán fordult a meccs képe.